Akinek van igazából jobban szüksége a simogatásra, a kutyának, vagy úgymond a gazdinak, mondjuk adott esetben munkahelyen, mert ugye vagy munkahelyen volt, szerintem az embereknek van nagyobb ugye? Szüksége a kutyákra. Volt is ilyen kutatás egyébként, ahol igen. Ezt... Boldogsághormon termel a kutyának a jelenléte. Miben segítheti még szerinted, hogyha ott van velünk? Alapvetően van nagyon sok ilyen jellegű kutatás, hogy konkrét biológiailag mérhető dolgokban segít, tehát leviszi a pulzus számot, meg ilyen jellegű kutatások vannak. Tehát nyilván, meg ugye amit említettél, az oxitocin termelés, tehát nyilván nagyon jótékony hatása lehet az ő jelenlétüknek, de mondjuk koncentrációban azt gondolom, hogy azért el tudja vinni az embereket egy kicsit. Én például beszoktam ide hozni a stúdióba a Chloét, igen, ő teljesen el van, mondjuk eléggé játékfüggő, majd Anitánál fog landolni egyébként a következő hetekben. Hát hozzá fog költözni. Meg tényleg? Ha, igen, mert ugye az én kutyámmal az a baj. Nevelési nehézségeket akad? Nem, olyan, mint a Krisztián, csak magával foglalkozik. Apja lánya. És az apja szeretné, hogyha egy picit szocializálni más kutyákat. Velük fog együtt élni, hogyha jön hozzám, úgyhogy...